Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Miről fogunk ma beszélni? Videót fogunk készíteni hanganyagból. Mikor lehet erre szükség? Mikor van ilyesmire szükség? Mi is ez? Hangoskönyv megosztása, tehát van egy hangoskönyved, amit esetleg te olvastál föl, vagy egy verset felolvastál, vagy esetleg egy rádióműsort szeretnél feltölteni a YouTube-ra, egyéb videó megosztóra az nem fog menni. Miért? Mert a hanganyagot a videó megosztó nem fogja fogadni, hiszen ő azt mondja, ő videókat szeretne megosztani, erre teremtett, és a hanganyag lejátszása, működtetése egyéb számára nem kényelmes, hiszen ahhoz nincs kép. Azaz, ez egy nagyon elterjedt dolog, sok helyen lehet hangos könyvet egyebet a videó megosztókon találni, gyakorlatilag a legtöbb, nagyon sok elég bénán van megcsinálva. Az utóbbi időben sokat láttunk olyat, hogy egy vízjeles, azaz nem szabad, hanem kipróbálásra odaadott videószerkesztővel készítették, és ott végig ott van a vízjele, a reklámja, a program neve a videón, azaz a hangoskönyv felolvasása közben, a beszélgetés hallgatása közben mit látunk? Egy képet. Jó, ez szép dolog, de rajta van a vízjele, hogy bizony ő a videomaker akármilyen triállal készült. Ez eléggé gagyi. Valljuk be, gagyi, sok rossz megoldást lehet találni. Az egyik megoldás az, hogy bizony ilyen ingyenes, de vízjelezős cuccal fogjuk csinálni, ez nem jó. Nem jó, én a KDN Live-ot fogom bemutatni, de ezen kívül akár Linux, akár Windows alatt rengeteg olyan videószerkesztő van, ami tudja ezt a funkciót, és ingyenesen használható szabad szoftver. Ha már elkészítettek komoly videószerkesztőket ingyenesen, és odaadták nekünk használatra, akkor már ne egy triált, egy olyan cuccot használjunk, ami bemutató program, és vízjelezi a dolgainkat. Azaz ne gagyízzuk el az amúgy jó munkánkat. A felolvasók nagy része ezzel igazából nincs tisztában. Nagyon sok igen, de nagyon sok nem. Azaz maradjunk annyiba, hogy nem kell megvenni egy programot ahhoz, hogy ilyen egyszerű feladatot ellássunk, például a KDN Live, de sok egyéb is, nagyon egyszerűen, gyorsan meg fogja csinálni nekünk. Két dologra lesz szükségünk a programon kívül. Gyakorlatilag azt a programot választod, ami neked kézre áll, a legtöbb nem lineális videószerkesztő egyformán működik. Azaz, kell nekünk egy olyan méretű kép, ami a videóhoz méretezett, azaz amilyen méretbe te a videót el szeretnéd készíteni, készítsd el a képet, gyakorlatilag a kép mérete. Itt nem azért fontos, mert a videószerkesztő nem fogja tudni neked rendesen beméretezni, vagy nem tudod torzítani, nagyítani, kicsit nyitani egyéb azt a képet, amit a vágósávra felhozol, hanem azért, hogy szépen nézzen ki, és egyszerűen tudjál dolgozni. Természetesen előfordulhat az, hogy mondjuk egy hangos könyvet szeretnél te bemutatni, felolvasni egy részletet, vagy egyebet, vagy egy rádióműsort szeretnél bemutatni, amihez természetesen a jogtulajdonostól te engedélyt kérsz, akkor esetleg a könyv borítója az függőleges, és ilyen téglalap, és nem fekvő téglalap, mint a videónknak. Ilyenkor fogsz egy szerkesztőprogramot, egy akármilyen grafikus szerkesztőprogramot, akár Windows, akár Linuxra rengeteg van, nagyon egyszerű, megszerkeszted. Nem muszáj egy az egybe azt a képet, azt a borítót, azt az akármilyen képet bebigyeztened, amit te találtál vagy fel szeretnél tenni, nagyon szépen meg tudod szerkeszteni, akármelyik grafikus szerkesztőprogrammal nem kell túlzásba vinni, a függőlegeset egyszerűen függőlegesen beteszed valahova, majd mellé teszel egy kis feliratot, és így már sokkal szebb lesz, mint amikor bedobják középre a könyv borítóját, aztán annyi kalap kabát, a többi meg egy üres rész. Hát az elég ronda. Oké, igazából nem nagy dolog, mindenki tud használni akár grafikus, akár videószerkesztő dolgot, hiszen az se bonyolultabb, mint a szövegszerkesztés. Oké, a kép kész van, a képet elmented, örülsz neki, hogy az jó. A mérete pontosan, az oldalaránya pontosan meg fog felelni annak, amire te elkészítetted, azaz a videó szélességének, magasságának. A felbontása ideális, hogyha viszonylag nagy, gyakorlatilag azért, mert bizony ez a felbontás befolyásolja azt, hogy esetlegesen te Full HD-ben
szeretnéd elkészíteni a videót, de valaki éppen 4K-ba, 8K-ba fogja nézni, nagyobb felbontásba, hogyha ez jó a kép, minőségi a kép, tehát alapból már olyan, hogy egy picit nagyítható legyen, minőségi, akkor a minőségromlás a nagyobb videóméretnél sem lesz neked gondod. Természetesen a következő dolog a legális hanganyag. Én a legálist azért emelem ki, mert egy hangos könyvet, amit más olvas fel, vagy egy rádió műsort, amit te lementettél, vagy esetlegesen egy könyvet, amit te felolvasol, nem feltétlenül teheted fel, csak olyat tehetsz fel, amit te készítettél, és az összes mindenféle jogod birtoklod. Azaz, hogyha felolvasol valamit, ha nem 70 évnél régebbi, akkor az ütközhet a YouTube-nak a rendszerével, és hogyha elkapnak, törlik a csatornádat, hiszen a könyv, esetleg legyen ez a példa, a könyvnek a jogtulajdonosa azt mondja, hogy bocsi tesó, de én nem engedélyeztem felolvasni. A fordító is mondhatja, hogy a magyar kiadó volt ilyenre példa, azt mondja, hogy légy szíves törölni a csatornádat, vagy megyek a YouTube-hoz, és ő le fogja törölni a csatornádat. Még egyszer el fogom ismételni a legfontosabb ismérvet, én a KDN Live alatt mutatom be, de máshol is pontosan ilyen egyszerű. Hát nézzük is meg, mi lesz a fedlap. A fedlap nagyon egyszerű, ő lesz egy rádió, rá van írva, hogy Kossuth Rádió, és 2022-ben jelentek meg ezek a művek. Nem fogom feltölteni természetesen a hanganyagot, de én ezt a fedlapot szoktam használni akkor, amikor egy rádió műsort készítek el, mármint mentek le, vágok körbe, hobbiként, ami teljesen legális tevékenység. Ő lesz a fedlap, ugyanaz a méretben készült el, mint a videó mérete, és ezzel nekem nem lesz problémám. Hát ugorjunk is neki ennek a összetett feladatnak. Látni fogjátok, nem nehéz dolog. Hát bizony, induljunk is neki. A KDN Live-ot letöltöd, elindítod, ezzel alapvetően semmi probléma nincs. Akár Windows, akár egyéb, akár Linuxon is működik, természetesen, hiszen a KDN-nek az egyik része, gyakorlatilag így fog indulni. Nagyjából ezt a képet kapod. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit látunk. Látjuk azt, hogy van két darab videósávunk, és alapból két darab audiósávunk. Kész. Ennyi. Ennél többet nem kell nekünk tudni. Gyakorlatilag indulhat is a munka. A lényeg, hogy a projekt, tehát amit te fogsz csinálni, az be legyen állítva. A projekt beállítása nagyon egyszerű. Project settingre megyünk, és kiválasztjuk azt a méretet, amit szeretnénk használni. Gyakorlatilag a Full HD, azaz a 1080-as méret az számunkra teljesen megfelel, és a FPS, azaz milyen mennyiségű képkocka legyen egy-egy másodperc alatt, az is teljesen megfelel. Ez a beállítás a Full HD. Ezt érdemes használni, nem is kell hozzányúlnunk, igaz? Ha pedig szeretnénk mást beállítani, HD-t, SD-t, egyebet, akkor azt meg tudjuk tenni, nem kell hozzányúlni. Ehhez a mérethez méreteztem én a videóanyagot, azaz az egy darab képet, illetve természetesen a hanganyagot is elkészítettük, és gondolom mindenki a saját hanganyagját jó minőségben szépen megvágta. A megvágott dolgot ráhúzzuk az audiósávra, vagy egy, vagy két sávba fog megjelenni, ez egy mono, azaz egy rádióból felvett rész, ami számunkra a letöltésnél sajnos monóként tudtam letölteni, ráhúzzuk, ráhúztuk audiósávra, megfogtuk, oda mozgattuk, és meg is jelent. Én azért választottam a KD-et, mert itt nem kell beimportálni, nem kell különböző megnyitásokat csinálni, egyszerűen fogod és ráhúzod. Ahogy lehet látni, a Project Bin-be is megjelent, ezzel sem kell törölni. Miért? Mert mi egy hanganyagot, egy képet fogunk feltenni, nem vágunk semmit, illetve nyilvánvalóan jelen pillanatban elmondható az, hogy vágjuk a videót, hiszen nem csak a hang, hanem a képanyagot is szeretnénk lementeni, fogjuk, és ráhúzzuk a videósávra a képet. A kép beállítása nagyon egyszerű, ráhúzod. Alapesetben 5 másodperc hosszúságú lesz a te képed, videó képed, ezzel igazából lehetne mást is állogatni, de nem fogunk. Miért? Mert jelen pillanatban arra törekszünk, hogy egyszerű legyen. Eltettem a fájkezelőt, ide megyünk, megjelenik a kettős nyíl,
idehúzom a végéhez, szépen lenyomom a kontrollt, és odáig görgetek, amíg az egész nem látszódik. Oké, láthatóan őt ideigazítom az elejére, fogom a képet, kihúzom a végére, ott minden picit bemágneseződik, egy kis mozgást érzel, oda fog kattanni, meg idehúzod, nem kell avval törődni, hogy középen nincs, belenézünk az elejébe, belenézünk a végébe, ennyi. Ha ezen kívül még szeretnél egy le- vagy felvezető ilyen átmenetet, azaz felvezető vagy levezető kis elhalványodást, illetve előtűnést, akkor azt is meg tudod tenni, szintén kontroll, oda megyünk a legelejére, ide megyünk a sorokba, és egy picit ezt elhúzunk, nem előugrik a kép, hanem mi történik a képpel, szépen a semmiből előtűnik, nem kell ezzel nagyon variálni, hiszen mi a YouTube-ra fogjuk feltenni, és nem az a lényeg, hogy a vágás, képi vágás az jó legyen, hanem mi a lényeg? Az, hogy legalább valami háttérképünk és videófájlunk legyen, ahhoz pedig egy kép bőven elegendő, nem kell ezzel semmit tenni. A következő lépés, ami nagyon egyszerű, rákattintunk akár a videó, akár az audiósávra, és az end lenyomásával eljutunk a végére, és belenagyítunk, és megnézzük, hogy a hanganyag vége és a videó vége az megfelel-e nekünk. Megnézzük, hogy a vége az stimmel-e, hanem akkor ide-oda húzogatjuk, nem a audio, hanem a videó részt fogjuk, oda megyünk, és ott a kettős nyíl működni fog. Ennyi, készen is vagyunk, nagyon készen vagyunk, majd utána mit csinálunk? Rámegyünk a projektre, és megkeressük a render feliratot, Ctrl-Enterrel is el tudjuk érni, rányomunk, és ő megmondja, hogy bizony ő ezzel a beállítással, amit mi beállítottunk, ami alapbeállítás, hozzáteszem, azzal le fogja renderelni az egészet. Megnézzük, hogy a videó be van-e pipálva, igen, alapesetben be van, a hang, igen, alapesetben a hang is be van pipálva, és utána nem csinálunk semmi mást, rábökünk a leképezés fájba, és elkezd működni, és a kiért idő alatt elkészíti nekünk a videót. Nagyon egyszerűen megcsinálja, hiszen gyakorlatilag nincs is itt más, mint egy hang és egy képet fog összefűzni. Nincsenek effektek, nincsenek egyéb dolgok. Arra azért figyelj, hogy ezt ne pipáld be, hiszen akkor lekapcsolja utána a gépedet. Ahogy lehetett látni, Satzper kb. A felvezető szöveg, meg maga a teendő ugyanannyi. Az ilyen videó elkészítése gyakorlatilag egy hanganyag plusz egy darab kép nulla effekttel nem kerülhet többe, mint egy percbe, majd a renderelés a videó hosszának felel meg. Így szép, hasznos és valóban jól kinéző videót fogsz tudni készíteni. Ha már felolvastál valamit, elmondtál egy verset, vagy egy egész regényt felolvasol, akkor legyen jól kinéző. Akármilyen hanganyag fölé be tudsz tenni így képet, ha azzal a hanganyaggal te dolgoztál, meg akarod osztani, akkor legyen jó. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, én mindenkinek jó hangvideó készítést kívánok, sziasztok!